fantasztikusan tudunk újra tervezni, és nem kudarcnak megélni, ha valami nem elsőre sikerül, mert majd sikerül másodszorra. Budapesten dolgoztunk a férjemmel, közgazdászként, reklámszakmában, és szerettünk volna visszatérni a gyökereinkhez, mert mind a ketten alföldiek vagyunk, és akkor ez volt az álmunk, hogy ha lesz családunk, akkor azt tegyék, amit mi megtermelünk. És ez a gasztroturizmó vonal, ami akkor már nagyon ment Toszkánába, itthon még nyoma se volt, ez nagyon megtetszett nekünk. Az elején volt egy nagyon nagy kihívásunk, hogy egy külterületi szántót vettünk, mert erre volt pénzünk, ahol ugye semmilyen közmű nem volt, tehát az, hogy te egy önfenntartó épületet hoz létre, ez egy kényszer volt, de ezzel mondjuk az épületek abszolút fenntarthatóak. Eleve az alapanyagok, tehát hogy fából és dunabogdányi kőből épültek a házak, alapvetően talajszondás hőszivattyús rendszerünk van, nyilván napelem mindenhol, esővizet gyűjtjük, azzal öntözzük a levendula ültetvényt, meg a kertet. Most vagyunk 10 évesek, és most jutottunk oda, hogy megvan a saját kertünk. Az étteremben nincsenek üveges üdítők, tehát semmilyen hulladékot nem termel az se. Nyilván az étlap is egy ilyen dolog, tehát hogy sváb családból származunk, nem dobunk ki ételt, tehát hogy akkor nincs étlap, mert ha étlapod van, akkor kidobsz ételt. Ez a ugye 0 kilométeres konyha, tehát azt eszik, amit ott megtermez. Szeretjük a meglepetéseket, úgyhogy számunkra ez egy nagyon üdítő kivétel, mert nem jellemző, hogy nincsen étlap, és azt kapunk, ami van. Nagyon sok program lehetőséget kínál ez a környék. Nagyon fontos számunkra a fenntarthatóság is. Mivel a fizetésünk bankkártyára érkezik, fontos az, hogy tudjunk bankkártyával fizetni. Ez a leggyorsabb és a legkényelmesebb számunkra. Első pillanattól fogadunk el a helyszínen kártyát. Online kártyás fizetéssel lehet szobát foglalni, az ajándékutalványokat is úgy lehet megvásárolni, vagy ha csak felugrik valaki egy reggelire, vagy wellnessezni, akkor ezt mind kártyával tudja fizetni. A mi vállalkozásunk ritka, az valószínűleg egy ilyen őrült elszántság, vagy egy túlzott hit abba, hogy csak így lehet, máshogy nem.